Bár a koronavírus járványveszély miatt zárva van a Csokonai Könyvtár, a könyvtárosok azonban a háttérben dolgoznak. Erről kérdeztük Szabó Péterné, gyermekkönyvtárost. Zárva van a könyvtár, de igyekeznek tartani a kapcsolatot az olvasókkal játékos vetélkedőkön keresztül. Emellett a közösségi oldalon az ingyenesen letölthető könyvek és folyóiratok elérhetőségét folyamatosan kiírják, mert most kölcsönözni nem lehet. Igyekszünk azért tartani a kapcsolatot az olvasókkal, játékos vetélkedőkön keresztül, totókon, és ezeken a csatornákon, illetve hát, hogy pótoljuk az ingyenesen letölthető könyvek és folyóiratok elérhetőségét, folyamatosan posztoljuk és tesszük ki. Több pályázatot hirdettek, ezek közül a forgatókönyvíró már véget is ért. Bagoly Bence Báb Színházban a vállalkozó szellemű amatőr színjátszókönyvtárosok be is mutatják a gyerekek ötleteit, amit többen szüleikkel közösen készítettek el. Több pályázatot is hirdettünk. Az egyik, ami szerintem a legnagyobb összefogást követelte az intézménytől, ez a Bagoly Bence Báb Színháza rendezvény volt. Itt van Bagoly Bence mellettem most is, és hát őt nagyon régen ismerik a gyerekek, ugyanis nekem a hétköznapokban és még a koronavírus előtti időkben is minden könyvtári foglalkozásomat ő nyit meg egy játékkal, úgyhogy ismerősként köszönthették a gyerekek. És aztán jött az ötlet, hogy most kihasználjuk azt, hogy össze vannak zárva a gyerekek a szülőkkel. És valóban most lehet aztán családi pályázatokat hirdetni, és ezért jött ez a forgatókönyvíró pályázat, ahol rendelkezésünkre áll sok-sok báb a könyvtárban, és ezekre a bábokra a gyerekeknek kell történeteket kitalálnia, amit a vállalkozó szellemű amatőr színjátszó csoport, a könyvtárosok színjátszó csoportja elő is ad. Az eredményhirdetés itt már megtörtént. Szabó Péterné és Bagoly Bence vitte ki a tortákat, amelyeket Szepesi Tibor önkormányzati képviselő, a Dériné Kulturális Központ igazgatója ajánlott fel. Megvolt az eredményhirdetés, én vittem ki személyesen a tortákat, és köszönjük a felajánlást Szepesi Tibor önkormányzati képviselő úrnak, intézményünk igazgatójának. A zárvatartás alatt a könyvtárosok a régóta halogatott tervszerű állományapasztást, selejtezést végzik, így a bábozás nekik is egy kis felülülés volt. Az állományapasztás nem látványos része a könyvtárosi munkának. Sok embert is igényel, hiszen a pincétől a padlásig átnézik a könyveket. Nagyon át kellett szerveznünk a könyvtár zárvatartása miatt a mindennapjainkat, viszont régóta halogatott könyvtárosi munka az, amit most csinálunk. Ez egy tervszerű állományapasztás, selejtezés, hogyha így mondjuk, de nagyon-nagyon a könyvtári munkának része, és nem látványos része, és sok embert igénylő, mert hiszen a pincétől a padlásig rohangálunk egy-egy könyv után, hogyha az éppen azt gondoljuk, hogy nincsen meg, tehát nekünk ez nagyon sok munka. Ha végeznek, akkor egy látványos, frissült állomány várja majd az olvasókat, akik már nagyon szeretnének újra kölcsönözni. Valóban azt gondolom, hogy egy nagyon rendezett könyvtárral fogják szembe találni magukat az olvasók, hogyha végre vége lesz ennek a koronavírusos időszaknak, és csak rossz álomként gondolhatunk vissza rá. Az olvasás az most nagyon-nagyon szükség van a jó könyvekre. Ezért is bánt bennünket, hogy zárva kell, hogy tartsunk, hiszen nagyon sokan keresnek meg és állítanak meg bennünket az utcán, hogy jönnének olvasni. Erre azonban még nincs lehetőség, mondta a szakember. Bár vannak könyvtárak, ahol házhoz viszik a könyvtárosok az olvasnivalót az időseknek, ők ezt a nagy vírusveszély miatt nem vállalják be, hiszen az olvasók jó részt ugyanazokat a sikerkönyveket olvasnák, vennék kézbe egymás után, ez pedig kockázatot jelenthet, így ezt Karszagon nem biztosítják. A jeles napokról is most interneten emlékeznek meg, és keresik a virtuális játékos feladatokat is mindhárom generációnak.